Tavaly júliusban tartósan 30 Celsius fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, és hosszú ideig még egy szellő vagy egy kisebb zápor sem hozott enyhülést a kánikulában. Idén az előrejelzés szerint nem kell ilyen szélsőséges viszonyokra számítani a nyár közepén, de azért most is meleg lesz, most is jönnek, mennek a frontok, kánikula és vihar váltják majd egymást, megterhelve ezzel az emberi szervezetet. A mentőktől a múlt héten megtudtuk, hogy ilyenkor 25-30%-kal megnő a rosszulétek és a riasztások száma, de hogy mi okozza ezt? Az, hogy az érrendszerünk ugye a meleg hatására tágul. Ennek az ereknek a rugalmassága időskorban már veszít az alkalmazkodó képességéből, nem tudnak úgy összehúzódni, így kitágulnak, tágabbak maradhatnak, a vérnyomás leeshet, és ez ájuláshoz, kollapszushoz, eszméletvesztéshez is vezethet. A házi orvos tájékoztatott arról is, hogy kiket érint ez leginkább. Azoknak a betegeinknek jelent ez különös gondot, akiknek az alkalmazkodó képessége rossz. Hát ezek az idős szívérendszeri betegek, vagy cukorbetegek, vagy akiknek alacsony a vérnyomásuk, általában ezeknek sajnos gondot jelent a nagy meleg, és ez a változékony időjárás, hogy egyszer 35 fok van, egyszer meg csak 21-2. Sokszor elmondtuk már, hogy mi a teendő, de a legfontosabb, hogy akinek rendszeresen kell szedni gyógyszert, az fokozottan figyeljen, ne felejtse el bevenni. Ne tartózkodjunk sokáig a tűző napon, és fogyasztunk bőségesen folyadékot. Ha még így is rosszul lét jelentkezik, arra mindenképp oda kell figyelni. Ellenőrzik ilyenkor a vérnyomás értékeiket. Ha a pulzusszámuk nem extrém magas, akkor le kell pihenni, egy kicsit a lábat fölemelni, folyadékot pótolni. Természetesen, ha komolyabb tünetek lépnek fel, azonnal orvost vagy mentőt kell hívni, nem érdemes várni.